November 13-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Gordana Csomić emberi és kisebbségi jogokért felelős miniszter Belgrádban írta ki a választásokat ma délelőtt. Az említett napon 23 Szerbiában élő nemzeti közösség fogja megválasztani nemzeti tanácsának tagjait, 19 kisebbség közvetlen választáson, a magyar is, 4 kisebbség pedig választógyűlés útján választja meg nemzeti tanácsának tagjait. Koszovóba látogatott Ana Brnabić, üdvözöljük a szerbek szent földjén. Ilyen és ehhez hasonló feliratú táblákkal fogadták a szerb kormányfőt az ott élő szerbek, valamint a szerb lista képviselői Koszovska Mitrovicában. Brnabić azután érkezett Koszovóba, hogy szeptember 1-én életbe lépett a személyazonosító igazolványokról szóló Belgrád és Pristina közötti megállapodás. A béke és a stabilitás Szerbia és a szerb nép érdeke, hangsúlyozta. A Szent Száva érdemrend arany fokozatával tüntette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Porfírije szerb ortodox pátriárka. Az indoklás szerint az elismerést Orbán Viktor a kereszténység védelmében Magyarországon és Európa szerte tett erőfeszítéseivel, a keresztény értékek előmozdításával, valamint a magyar és a szerb nemzet barátságához való személyes hozzájárulásával érdemelte ki. Kedden és szerdán is marad a változóan felhős, száraz időjárás térségünkben. A legtöbb helyen 26-27 fokot mutathat a hőmérő higanyszála, a legmelegebb órákban, hajnalonként pedig 13-15 fok várható. Az előrejelzések szerint csütörtökön már záporok, zivatarok hozhatnak csapadékot, de lehűlésre nem kell számítani. Bravúros eredményt ért el a TSC labdarúgó csapata a Crvena Zvezda elleni bajnoki összecsapáson, a topolyaiak 1-1-re mérkőztek Belgrádban. A meccsen a vendégek szerezték meg a vezetést, a 42. percben Sasa Jovanović talált a piros-fehére kapujába, a Zvezdának azonban még az első félidő vége előtt sikerült egyenlítenie. A TSC a Superliga következő fordulójában a Kolubarával mérkőzik majd Topolyán.